Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Karácsony Gergely azt ígéri, hogy létrehozza az ellenzék budapesti szövetségét, a DK a kerületi jelöltekről tárgyalnak. Magyarország lehet az utolsó a svéd NATO-tagság ratifikálásában, ha a török parlament gyorsan dönt. És két idős túszt elengedett a Hamas, közben több mint 400 célpontot lőtt az izraeli hadsereg. Bruttó 555.900, vagyis kerekítve 556.000 forint volt az átlagbér augusztusban Magyarországon a statisztikai hivatal adatai szerint. A nettó mediánbér 312.000 forint. Ez azt jelenti, hogy nőttek a keresetek, de az emelkedés 1%-ponttal még mindig elmarad az inflációtól. Más szavakkal leírva, a fogyasztói árak gyorsabban emelkedtek, mint a keresetek. A hvg.hu cikke szerint az elmúlt időszakban gyakorlatilag összeroppant a háztartások fogyasztása, ami miatt tarthatatlanná vált az állami költségvetés, főként a vártnál alacsonyabb áfa bevételek miatt. Korábban Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter azt hangoztatta, hogy emelni kell a reálbéreket, mert erre van szüksége a gazdaság beindításához. A jegybank monetáris tanácsa 0,75%-ponttal csökkentette az alapkamatot, annak új mértéke így szerdától 12,25%. 3 éve fordult elő utoljára, hogy az MNB lefelé mozdította a rátát, akkor még 0,6%-os szinten járt az alapkamat. Az emelési ciklus 2021. júniusában kezdődött, az elemzők többségét a kamatvágás nem érte váratlanul, legfeljebb annak mértéke okozott meglepetést. A hírre a forint kisebb gyengüléssel reagált, jelenleg kicsit több mint 383 forintot adnak egy euróért. Heteken belül megtörténhet a közös ellenzéki főpolgármester jelölt megnevezése, mondták híradónknak az érintett pártok képviselői. Karácsony Gergely október 23-ai ünnepi beszédében azt ígérte, hogy megteremti a budapesti összefogást azokkal, akikkel lehet. Az MSZP mi hamarabb lezárná a tárgyalásokat, az LMP pedig minél zöldebb közgyűlés szeretne. A DK szerint jöhet a főpolgármester jelölt személye, amint megállapodtak a kerületi jelöltekben. Sajnos ők időnként azzal vannak elfoglalva, hogy kik közülük a legnagyobb kicsi, és nem azzal, hogy hogyan teszünk végre közösen nagy dolgokat. Így jellemezte az ellenzéki pártokat Karácsony Gergely október 23-ai ünnepi beszéde végén. A főpolgármester szerint Budapest ma köztársaságként működik Magyarországon, és ahhoz, hogy ez így maradjon, minél előbb és minél szélesebb összefogás kell a Fidesszel szemben. Én vállalom, hogy heteken belül létrehozom az ellenzéki pártok budapesti szövetségét a jövő évi önkormányzati választásra. Azzal, akivel lehet. Az MSZP mindig is együttműködés párti volt. A szocialista párt az önkormányzatival egy napra kiírt európai parlamenti választásra is közös ellenzéki listát akart, ám ezt a többi párt elutasította. Kunhalmi Ágnes társelnök úgy véli, az ellenzéknek nincs vesztegetni való ideje. Minél hamarabb tudunk egy egységes kampányt elindítani a városokban és itt Budapesten is a Fidesszel szemben, annál sikeresebbek tudunk lenni. Ez minél később történik meg, annál jobban erodáljuk a saját ellenzéki szavazóbázisunkat. Erős zöld képviseletre, erős zöld politikára van szükség a fővárosban. Ez az LMP szempontja a főpolgármester jelölt támogatását illetően. Kanász Nagy Máté azt mondta, a párt még nem hozta meg erről hivatalos döntését, de mindenképpen bátrabb zöld politikát várnak a majdani városvezetéstől. Ehhez természetesen nem csak a főpolgármester kell, és sok esetben mondjuk ez a bátorság nem is rajta múlott, ezért kell azon is dolgozni, hogy a fővárosi közgyűlésben legyen komoly képviselete a zöld politikának. Kíváncsian várjuk Karácsony Gergely ajánlatait. A Momentum sem döntött még hivatalosan. Tompos Márton arról tájékoztatta híradónkat, hogy bár szerinte heteken belül meg lehet a megállapodás, még sok tisztázandó kérdés van. Ki legyen a jelölt, ki melyik körzetet preferálja, milyen témával akarnak indulni, ki az, aki elfogadható, ki az, aki nem fogadható el, hogyha ő ott indul, akkor mi hol indulunk, tehát hogy ezeket össze kell koordinálni. Előbb lesz eredmény, mint 4 évvel ezelőtt, pedig akkor nagyot nyertünk. A DK szerint az ellenzék teljesen időben van még, hiszen 2019-ben az októberi választásra júniusban nevezték meg a közös főpolgármester jelöltet. Van egy sorrend. A sorrend pedig úgy néz ki, hogy először döntünk a közös kerületi polgármester jelöltekről, és utána pedig a közös főpolgármester jelölt szeméről. Arra a kérdésünkre, hogy ez mikor következik be, Molnár Csaba azt mondta, ha minden jól megy, heteken belül megtörténhet a bejelentés.
Sorban utasítják vissza a tankerületi központok azoknak a pedagógusoknak az ajánlatait, akik a státusztörvény alapján megpróbálkoztak a béralkuval, értesült a Népszava. Egy a laphoz eljuttatott tankerületi levélben arra hivatkoznak, hogy az új teljesítményértékelő rendszer még nincs bevezetve. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint ez szembe megy a törvény előírással, hiszen a státusztörvényben a bérek meghatározásánál a teljesítményértékelés csak egy szempont a sok közül. Az elutasítás valódi oka a szakszervezet szerint az, hogy a tankerületek nincsen költségkeretük a béremelésre. A török elnök aláírta a Svédország NATO csatlakozásáról szóló törvényjavaslatot. Ezután már csak a parlament jóváhagyása szükséges, ha ez bekövetkezik, Magyarország lesz az egyetlen olyan állam, amely még nem bólintott rá a ratifikációra. Az ellenzék kemény szavakkal bírálja Orbán Viktort, aki szerintük politikai játszmát játszik az orosz elnök parancsára. Svédország egyel közelebb került a NATO tagsághoz. Recep Tayyip Erdoğan elnök ugyanis benyújtotta a csatlakozás ratifikálásáról szóló törvényjavaslatot a török parlamentnek. Jeszenszky Géza szerint a bővítés egyszerre erősíti a szervezetet és fékezi Putyin ambícióit. A finneknél is erős a hadsereg, de a svédeknél pedig hát még sokkal erősebb. Tehát ez egy olyan fal lenne, vagyis lesz, remélhetőleg már is rövidesen, ami mindenképpen nagyon erősen meggondolásra készteti bárkit, hát itt elsőben Oroszország jön számításba bármiféle agresszív terv megkezdésétől. Az MSZP most házbizottsági ülést kezdeményezett az ügyben, megnyugtató választ azonban nem kaptak. A Fidesz frakció részéről hát azt tudom mondani, hogy ideges aggodalmat hallottunk, semmilyen más értelmes, az ügy szempontjából értelmes hozzászólást nem. A KDNP részéről legalább a mai nap annyi elhangzott, hogy a török parlament eljárási szabályait ismervén nincsen még Magyarország elkésve, tehát nem szükséges, hogy erről ma vagy holnap szavazzunk, lehet egy későbbi időpont is. Ha a török parlament nem késlekedik sokáig, akkor Magyarország válhat az egyetlen olyan NATO tagállammá, amely még nem hagyta jóvá Svédország csatlakozását. A DK politikusa azt is tudni véli, mi motiválja a kormányt. Valójában Moszkvából érkezett parancs a Karmelitába, hogy akadályozzák, ameddig tudják a svéd NATO csatlakozást. A megoldás borzasztóan egyszerű lenne. A demokratikus koalíciónak hónapok óta a parlament asztalán van a javaslata a svéd NATO csatlakozás jóváhagyásáról. Meg kell nyomni a gombot, ez a javaslatunk, az igen gombot. A Párbeszéd szerint politikai játszma zajlik a ratifikáció körül. Elég volt Magyarország lejáratásából, elég volt a keletnek való bokázásból Vlagyimir Putyin, a kínai vezetés és a török despota vezetés előtti hajbókolásból. Magyarországnak az az érdeke, hogy nyugati szövetségeseivel közösen megvédje magát, a saját katonai szövetségünkre koncentráljunk, és igenis ilyen háborús időben kötelességünk szolidaritást mutatni minden szövetségesünkkel. Az MSZP mellett a Párbeszéd is azt szerette volna, ha a ratifikáció a keddi parlamenti ülésen napirendre kerül. Az ATV.hu kérdésére azonban az országgyűlés sajtóirodája leszögezte, a héten nem tárgyalnak ebben az ügyben. Törökország erős vezetőjének nevezte Orbán Viktor Donald Trump. A volt amerikai elnök, aki a jövő évi választáson is indul, egy beszédében szó szerint azt mondta, hogy van egy ember, úgy hívják Orbán Viktor, hallottak már róla? Valószínűleg az egyik legerősebb vezető a világon. Ő Törökország vezetője. A magyar miniszterelnök nyíltan Trumpot támogatja, például korábban azt mondta, hogy ő befejezné a háborút, ha elnök lenne. Trump pedig szintén többször megdicsérte Orbán Viktort, de most először fordult elő, hogy összekeverte Recep Tayyip Erdoğannal. Több mint 400 terror célpontot lőtt Gázában az izraeli hadsereg, szóvivőjük pedig azt közölte, hogy készen állnak a háború következő szakaszára, és a kormány utasítását várják. Újabb két túszt engedett szabadon a Hamász terrorszervezet, őket egészségi állapotukra hivatkozva engedték el. A két idős asszonyt az egyiptomi határnál adták át, és kórházba vitték őket Izraelben. Engem motoron vittek el, két férfi között voltam, és botokkal vertek útközben. Majd több kilométert kellett gyalogolnunk az alagutak labirintusában, ami olyan, mint egy pókháló, mondta a 85 éves Jocheved.
Gázában továbbra is több mint 200 ember tartanak túszként fogva a terroristák. Az izraeli hadsereg ezért szórólapokat szór szét Gázában, hogy arra kérjék a palesztin lakosokat, hogyha bárki bármit tud a túszokról, az védelemért és jutalomért cserében mondja el. A Hamász eközben továbbra is rakétákkal és aknavetőkkel lövi Izraelt. Válaszul Izrael kiiktatta a Hamász több parancsnokát és fegyveresét Gázában. A széles körű akció során a Hamász épületeit, az alagútjának egyik bejáratát és parancsnoki központjait is lőtték. Közben Izraelbe érkezett a francia elnök, aki találkozott olyan francia-izraeli állampolgárokkal, akik elvesztették a szeretteiket a Hamász terror támadásában. Galit 80 éves édesanyját és 12 éves lányát ölték meg a terroristák. A támadásokban 30 francia állampolgár halt meg, és 7-en eltűntek. Emmanuel Macron szolidaritásáról biztosította Izraelt, és kiemelte Izrael jogát az önvédelemhez. Ez egy jogos harc, mert a Hamász terrorszervezet célja Izrael állam elpusztítása. Ugyanaz a helyzet velük, mint ami az iszlám államnál és az Al-Qaida esetében volt. Ezért a demokratikus országoknak Izraellel közösen le kell győzniük ezeket a terrorcsoportokat, mondta a francia államfő. Benjamin Netanyahu pedig kiemelte, hogy a Hamász elleni harcban Izrael mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerülje a civil áldozatokat. Eközben Gázába megérkezett a humanitárius segély harmadik konvoja. Gázai orvosok elmondják, hogy fogyóban van az üzemanyag is a térségben, amire szükség van a kórházakban a generátorokhoz. Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy a Hamásznak csak nem 500 000 liternyi üzemanyag tartaléka van. Majdnem sikerült a magyarok kimenekítése Gázából, egy csoport ugyanis két ellenőrző ponton már átjutott Egyiptom irányába, de aztán biztonsági okokból visszafordították őket, közölte Szijjártó Péter külügyminiszter. A Hivatalnak nyilatkozó szakértő szerint az a baj, hogy ezek az ellenőrző pontok nem a nemzetközi jog alapján működnek, így teljesen kiszámíthatatlan, hogy kit engednek át és kit nem. Vihar előtti csend van. Így írta le az izraeli helyzetet ez a Tel Avivban élő nő. A főváros környékén mérséklődött a rakétázás, de a libanoni határnál egyre súlyosabb a helyzet. El is kezdődött hétvégén az egyik nagyobb közösség, ezt úgy hívják, hogy Kirjat Smorna kitelepítése ide Tel Avivi szállodákba. Úgyhogy a helyzet, és körülbelül 3 hétig, azt mondják, hogy nem lesz változás, de ez nem jelenti azt, hogy végleg, hogy 3 hét múlva biztos, hogy minden rendben lesz. Közben a gázai övezetből még mindig nem sikerült kijutni az ott lévő 15 magyarnak, akik között szülők és gyerekek is vannak, árulta el Szijjártó Péter, habár napokkal ezelőtt majdnem sikerült elhagyniuk Gázát. Két ellenőrző ponton már át is jutottak, és a harmadik ellenőrző pontra történő indulás előtt biztonsági okok miatt, ami egy bombázása, vagy annak bombázás kockázatára való hivatkozás volt, végül visszafordították őket. A gázai övezetet Egyiptom felé lehet elhagyni, ehhez 3 ellenőrző ponton kell átjutni. A biztonságpolitikai szakértő azt mondta, ezek a pontok nem a nemzetközi jog alapján működnek, ezért nem biztos, hogy a magyarok visszafordítása mögött biztonsági okok állnak. Ha rossz indulat olyannék, akkor azt mondanám, hogy attól függ, hogy kit mennyire tudnak megvesztegetni, hogy átengedjék őket. Hát sajnos ezeknek a magyaroknak egyelőre nem sikerült. Sok száz harci jármű várakozik a gázai övezet izraeli határán. A hadsereg készen áll a szárazföldi invázió megkezdésére. Amennyiben megindul egy nagy átfogó szárazföldi támadás, akkor a túszoknak legalább egy részét akár videófelvételekkel bizonyítottan is a Hamasz kivégzi. Mivel a túszok zöme kettős állampolgár, így több állam is érintett. Magyarázza Kaiser Ferenc, aki szerint ez az egyik visszatartó erő. A másik, hogy a támadással romlani fog Izrael kapcsolata az arab országokkal. Ugyanakkor, ha Izrael nem torolja meg a terrortámadást, azzal csak erősíti a többi terrorszervezetet. Izraelnek be kell tartani a nemzetközi jogi normákat, Izraelnek államként kell viselkedni. A Hamasz viselkedhet terrorszervezetként, mert ő az. Tehát ez nem egy fair háború, Izraelnek illik betartani a vonatkozó nemzetközi szabályokat, sőt, kötelező lenne, míg a Hamasznak semmilyen szabályt nem kell figyelembe vennie. Ha Izrael a gázai övezetben a Hamasszal, Libanonban pedig a Hezbollahkal hosszú háborúba bonyolódik, azzal hosszú távon Irán nyeri a legtöbbet, tette hozzá a szakértő.
Ukrajna támadásokról számolt be Kupjanszk és Donyeszk térségében. Az orosz légierő és tüzérség pedig az ukrán parancsnoki állások és fegyverraktárak elleni csapásokról számolt be az elmúlt 24 órában. Bahmut, Avdijivka és Melitopol körül szintén folytatódtak a harcok. Egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült Donyeckben. Az orosz ellenőrzés alatt álló területet az ukrán erők támadták. Több rakéta a város fővasútállomása közelében csapódott be. A környék ellen a jelleg szerint nagysebességű radar romboló rakétákat lőttek ki. A repeszekből lehet ezt látni. Ez a rakéta hátsó stabilizátora, amin látszik az angol nyelvű felirat. Sajnos voltak áldozatai is a támadásnak, mondta a helyszínelő bizottság képviselője. Szibériai önkéntesekkel alakult új egység az ukrán hadseregben. Már mindenből elegünk van, szegénységben élünk, és mindent elvesznek tőlünk, még üzemanyagellátásunk sincs. Oroszország most olyan, mint a cár vagy a Szovjetunió idejében, mondta ez az önkéntes katona. Az ukrán elnök az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigetre nehezedő katonai nyomás fenntartását hangsúlyozta. Az orosz ellenőrzés a Fekete-tengeren és a megszállók flottája azt az illúziót keltette, hogy verhetetlen az orosz dominancia a Fekete-tengeren. De most már olvadnak az illúziók. Az orosz flotta már nem képes a Fekete-tenger nyugati részén működni, és lassan elmenekülnek a Krím-félszigetről is, mondta Volodymyr Zelenszky. Eközben Ukrajna megállapodott a német Rheinmetall fegyvergyártóval vegyes vállalat létrehozásáról nyugati fegyverek szervizelésére és javítására. Az ukrán kormányfő úgy fogalmazott, hogy Ukrajna Németországgal közösen építi fel a szabad világ fegyverarzenáját. Az Európai Unió és újabban már a NATO is kezd úgy viselkedni, mintha egy új birodalom lenne. Erről Kövér László beszélt a Hír Televíziónak adott interjújában. Az országgyűlés elnöke szerint a brüsszeli birodalmi központ megpróbálja szűkíteni a tagállamok mozgásterét, hogy előbb-utóbb tartományokká fokozza le őket. Kövér László hozzátette, az európai tagállamok jelentős részének politikai elitje a hasznos idióták szerepét tölti be a folyamatban, vagyis nem tudja, hogy mit cselekszik, mondta tehát a magyar házelnök. Krétán töltötte a hosszú hétvégét Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, miközben arról posztolt a Facebook oldalán, hogy a Kossuth téren állami ünnepségen vesz részt, tudta meg a Népszava. A politikus kedden reggel Halász János frakciószóvivő, Bayer Zsolt kormánypárti publicista és Kálomista Gábor producer társaságában érkezett haza a krétai Heraklionból Budapestre. A frakcióvezető szerint a bejegyzést nem ő, hanem a munkatársa írta, de elnézést kért, amiért az félreértésre adhatott okot. 3-ról 5 fokozatúra finomítják az ellátások sürgősségi besorolását az országos mentőszolgálatnál. Elemzik a segélyhívásokat és a vakon gépelés is alapkövetelmény lesz. A többi között ezek a frissítések jönnek azután, hogy Pintér Sándor belügyminiszter szeptemberben a mentés irányító központba látogatott. Az új intézkedések között szerepel a mentők sebességének korlátozása is. Október elejétől még súlyosan sérült beteget szállítva is legfeljebb 30 km/h sebességgel léphetik túl a többi közlekedőre vonatkozó legnagyobb megengedett határt. Legyen átláthatóbb az online keresés a booking.com oldalán, a többi között ezt javasolja a gazdasági versenyhivatal. Mindenről a parlament gazdasági bizottságának tegnapi ülésén volt szó. Megszüntetnék az árparitási kikötéseket, ami magyarul annyit tesz, hogy ha valaki a bookinggal szerződött, mármint egy szállásadó, akkor jövőben a saját értékesítésében akár olcsóbban is kiadhatná a szállást. Itt tartom a kezembe ezt a 73 oldalas jelentést. A gazdasági versenyhivatal elnöke a holland cég a booking.com ügyében augusztusban kezdődött vizsgálat eredményét és jelentését tárta az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága elé. A nyáron az online szállásfoglaló oldal ellen több panasz is érkezett, mert nem fizetett a szállásadó partnereinek. A gyorsított ágazati vizsgálat során 8 online vállalkozás szerződéseit is átnézték. Rigó Csaba 3 javaslatot ismertetett, amellyel gyorsan és jelentősen lehetne javítani a helyzeten. Az első ilyen az úgynevezett árparitási kikötések eltörlése, jogszabályi tiltása a szerződésekből. Ez azt jelenti, hogy ha egy szállásadó csatlakozik az online platformhoz, akkor a platform kiköti neki, hogy a beküldött legkedvezőbb áron alul ő nem értékesíthet szobát semmilyen más csatornán.
A GVH javaslata emellett tartalmazza, hogy a keresési találatok között legyen átláthatóbb a rangsorolás, a harmadik pont pedig az egyenlőtlenségek helyreállításáról szól. A probléma esetén ugyanis kötelezettséget rónak a szállásadóra, de fordítva a Booking részéről ez már nem ugyanúgy valósul meg. Az ülésen a fideszes Szatmári Kristóf a versenyhivatal gyors reagálását üdvözölte. Én azt gondolom, hogy ez egy jó példa arra, hogy milyen a jó állam, és milyen az az állam, amely képes gyorsan reagálni egy-egy területnek a problémájára. A jelentés a Magyar Turisztikai Ügynökség felmérését is magába foglalja, amiből kiderül az is, hogy a szállások nagyobb része felé a holland cég már rendezte a tartozását, de augusztus közepén 176 szálláshely még kifizetetlen volt. Pont az a bizonytalanság volt a legrosszabb, hogy magyar vállalkozók lehetetlen ültek el. A Jobbik alelnöke üdvözölte a javaslatokat, ugyanakkor bírálta a panaszkezeléssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatot. Végig kellene vagy lehetne gondolni, hogy egy kötelező biztosítási szisztéma bevezetése az ebben az esetben automatikusan drágítaná az árakat, tehát minden szolgáltatás árát, vagy pedig van olyan megkövetelhető biztosítási módszer vagy szerződéses forma, amely követelhető a nagy szolgáltatótól, azt illetően, hogyha ő nem teljesít valamilyen okból, ez lehet egyébként Viszmajor is, akkor valaki helytálljon a sor végén. Az érintett piaci szereplőknek 30 napjuk van a tervezet véleményezésére, ezt követően akár már az országgyűlés őszi ülésszakán napirendre kerülhet a javaslat. Az örökvadászmezőkre költözött Bobby a világ legidősebb kutyája. A 31 éves Bobby világrekordernek számított. Hosszú életét a gazdája szerint annak köszönhette, hogy békés, vidéki életet élt Portugáliában, soha nem volt megkötve vagy pórázon, és mindig az emberek ételét ette. A Guinness világrekordokban csodának nevezett Bobby 31. születésnapján több mint 100-an vettek részt még idén májusban. Most pedig következik a ma reggeli start. Köbör Anitával tőle tudjuk meg, mik lesznek az első témáink. Szervusz, Anita! Szervusz, Tamás, jó reggelt, köszöntöm a kedves nézőinket. Hát néha én is vágynék a békés vidéki életre, egyelőre sajnos ebből a kettőből egy mindenképpen hiányzik, az pedig nem más, mint a béke. Úgyhogy természetesen ma is lesz téma az izraeli háborúról, itt a startban, háborús rovatunkban, majd Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértőt várjuk, mert hogy újabb túszokat, kettő túszt engedett el a Hamas, és folyamatosan azt hangoztatják, hogy ők bizony most már nyitottak lennének a tárgyalásra, miközben egyébként az egyik idős hölgy, 85 éves egyébként, akinek a férje továbbra is a Hamas fogságában van, meg is szólalt, és nyilatkozott arról, hogy mit élt át, mit tapasztalt a gázai övezetben a két hetes fogsága alatt, és őt megkérdezték arról, hogy miért láthatták azt az elengedés videóján, hogy ők hátrahajol és kezet fog az egyik fogvatartójával ugyan búcsúként, erre is választ adott természetesen a túsz. Ez egy nagyon érdekes akár pszichológiai helyzetelemzést is jelenthet számunkra, és okot ad arról, hogy erről is beszélgessünk, tehát meg fogjuk majd kérdezni Kis Benedek Józsefet, de itt lesz velünk a Szigorlatban Dúró Dóra is. Több témánk is van, amit szeretnénk majd neki felvetni. Az egyik ilyen például az, hogy hát elég karizmatikusan, ahogy azt azért tőlük megszokhattuk, gyakorlatilag neki mentek, illetve neki ment Torockai László a Fidesznek az október 23-ai beszédében, de nem csak a Fidesznek természetesen, hanem több ellenzéki pártnak is célzott üzeneteket hagyott ott, illetve hagyott itt nekünk, úgyhogy erről is fogunk beszélni, meg például arról az érdekes helyzetről, hogy az MCC képzés abszolválásáért mostantól kezdve majd, akik a felsőoktatásba továbbtanulási céllal jelentkeznének, többletpontokat kaphatnak, de nem akármennyit, 70, akár 70 pontot is például. Ezen szemben például azok, akik nyelvvizsgával rendelkeznek, ennél lényegesen kevesebbet kaphatnak, úgyhogy ez a helyzet, hogy hogyan is, miként állhatott elő, egyáltalán bárki számára jelenthet-e előnyt a jövőben, erről is fogunk majd beszélgetni. De Latman Tamást kérdezzük majd az aktuális nemzeti jogi kérdésekről is, elsősorban az Európai Uniós pénzekről, hiszen erről megint vannak hírek, úgyhogy érdemes velünk tartani ma reggel is, mint egyébként mindig. Köszönöm szépen, Anta, köszönjük, én mindenképpen veled tartok, percek ebből kezdjük tehát a startot, amely műsorunk közben 7 órakor még friss hírekkel is szolgálok önöknek. Kezdjük tehát itt a napot velünk az ATV-n.